Reméljük most ezzel nem lesz probléma. Kiegyenlített a játék, Császár, Delinda, Pokolfajzat triója a favoritok. És start elindult a verseny, mindenkinek nagyon-nagyon jól sikerült az indítás, és a startot követően Berkenyi látom egyelőre feltűni a frontban, mellette Röppeny, Isztambul a lovak további sorrendje, ott van nagyon-nagyon közel Derinda is, Misrend is egyre az élmezőn tagja, aztán Bóbita vezetésével jönnek a többiek, Homoktöv és Császár egyelőre a középmezőnyben helyezkedik. A sor végén Maximum Joy, Maximum Joynak nagyon-nagyon nehéznek látszik most már a helyzet, és Lady-két van némiképp talán még kiszakadva, hogy a Pokolfajzattal egyetemben. A frontban azért 5-6-an nagyon-nagyon jó tempó diktálnak. Berkenye, Isztambul, Röppeny hármasa látszik előrébb egy picit, mint a többiek. Aztán Michelin vezetésével jönnek a többiek. Michelin mellett bent a panon van Delinda és Császár. Majd Bóbita 3-4 hosszal következik Homoktövés és Love Story. Hát Lady-kétnek, Pokolfajzatnak és Maximum Joynak nehéz a dolga. Pokolfajzattal valami történhetett, mert nagyon-nagyon kiszakad. Innen azt gondolom nem nagyon lehet már feljebb zárkozni. Változás a frontban, mert Berkenye teljesen elkészülni látszik az erejével. Röppeny az, aki átvette most már a vezetést. Röppeny mögött ott van Isztambul, jó versenyt fut egyelőre legalábbis Misrend, aztán jön Delinda, illetve a favorit Császár, amikor már a befutóra az utolsó 500 méterre fordul a mezőny. És Röppeny egyelőre vezet Bakos Gáborral. Röppeny előnye folyamatosan nő Isztambulla szemben. 3-4-5 hossz most már ez a for. Jöjjön Delinda, és talán a falon talál majd utat magának Császár. Az utolsó 300 méterhez közelve. Röppeny vezet, de közelítenek az üldözők. Jön Császár, jön Delinda, és a mezőny végéről, a világ végéről Maximum Joy is megindul óriási lendülettel. A távoztophoz élve Röppeny Császár támadja. Röppeny majd Császár. Nagyon-nagyon jön Császár. Száznál Császár most már vezet. Császár, Röppeny, Maximum Joy óriási hajrával. Még akár a második helyre is feljöhet, de a favorit győzelem a futamban. Császár a nyerő, Császár, talán Maximum Joy, Röppeny ez a futási sorrend. Hát Maximum Joy vagy Röppeny, vagy Röppeny, vagy Maximum Joy, nagyon komoly volt. Joy, Császár győzelme az egyértelmű. Legalább egy tízest kellett javulnia. Császár győz, és Császár jól fognak majd fizetni, még akkor is, hogyha favorit volt. És főleg akkor, hogyha Maximum Joy a második. Nagyon-nagyon komoly küzdelem volt. Röppeny tényleg elröppent a mezőnytől. Jól futott Röppeny. Szó sem érheti a ház elejét. Hát itt Maximum Joy meglepetés. Az Császár, meg hogy Röppeny ott van a placon, az teljesen rendben van. Célfotót fognak kérni a második helyre. Teljesen egyértelmű. 4-es a második helyre célfotó. Ismétlem, 4-es a második helyre célfotó. Isztambul jól startolt, de remezen múlt, mert a végét már nem bírta. Delinda közel van. És a falon talál magának utat Maximum Joy. Igen, nagyon-nagyon hadonásznak a lovasok, de esetleg 90%-a, ugye csak mutogatják egyébként az ostort. Nézzük a végét. Egy kicsit csal a kamera. Csal a kamera. Nem mernék tippelni. Isztambul nagyon jól futott. Igen. De nem fér a dobogóra. Közeli negyedik lett végül. Ez nagyon szoros.